Érkezik a KOSZT, a roma önkormányzat képviselőinek ebédjét hozzák, erre még van pénz. Balogh János jelenlegi elnök azért hívta őket Budapestre, hogy elmondja, csődbe megy a szervezet. Zárt ajtók mögött beszélt arról, hogy csak nem 900 millió forintos adósságuk van. Az elnök autója a ház előtt, de ő nem állt a sajtó elé. Vicces akarnék lenni, azt mondom, hogy kizár dolog, már nem tudom. Lakatos Oszkár önkormányzati képviselő sem tudott választ adni arra, mi lesz a szervezettel. A hírek szerint csődöt jelenthetnek. A 900 milliós adósság mellett egy új szám is kiderült. Eddig úgy lehetett tudni, 1,6 milliárd forint uniós pénzt költöttek el szabálytalanul Farkas Flórián elnöksége idején, és ezt a pénzt a kormány vissza is fizette helyettük. Ma már állítólag más összeg hangzott el zárt ajtók mögött. Nem 1,6 milliárd forinttal terhelte le az önkormányzatot, hanem 2,5 milliárddal, ugyanis olyan programok is előjöttek, amiről idáig szó se volt. Tehát kiderült, hogy 2014 és 15 között ösztöndíj programot hirdetett meg az országos roma önkormányzat, amiről nem is tudtunk. Korábban az ügyészségi nyomozók az Út a munkavilágába program összes dokumentumát elvitték innen az országos roma önkormányzat székházából, tegnap pedig adónyomozók jártak itt, ők a 2016-os költségvetés dokumentumait vitték magukkal, és az összes az évben kötött szerződést is. Az önkormányzat ügyeivel foglalkozó LMP-s képviselő Hatházi Ákos szerint nem az a meglepő, hogy kiderült, több pénzt költöttek el szabálytalanul, hanem az, hogy Farkas Flórián még mindig Orbán Viktor roma ügyi megbízottja. A miniszterelnök bűnsegéd, bűnrészes, hiszen ezt az embert, aki ezért felelős, továbbra is havonta 1 millió forintért támogatja, 1 millió forintért alkalmazza. A kormány nem válaszolt a kérdésünkre, hogy továbbra is bíznak-e Farkas Flóriánban. Csak azt írták, az ORŐ önálló szervezet, pénzügyeiket az arra feljogosított szervezetek vizsgálhatják. Farkas Flórián fideszes országgyűlési képviselő, és most a Lungodrom nevű cigány szervezetet vezeti, amely két hete újra együttműködési megállapodást kötött a Fidesszel. A politikust már évek óta hiába keressük, nem nyilatkozik ezekről az ügyekről.